Nagyon szép napunk van ma, de fura, hogy szinte senki sincs a strandon. Úgy látom, hogy senki sincs a vízben, komolyan egyetlen ember sincs a vízben. Azt hiszem, tudom miért, eléggé hideg van. Lehet, hogy nekem is egy kicsit melegebben kellett volna öltöznöm. Visszamegyek a táskámhoz, van benne egy pulcsi. Felveszem azt. Még jó, hogy gondoltam arra, hogy elteszek egy pulcsit. Úgy tűnt, hogy jó idő van, de valójában nagyon hideg van. Ez nem túl meleg pulcsi, de csak jobb, mintha ez sem lenne rajtam. Legjobb lesz, ha mozgok, futok itt a strandon egy kicsit. Úgy is figyelnem kell a vizet és a strandot, nehogy elmerüljön valaki a vízben, hiszen vízimentő vagyok. De ma tényleg nem látok senkit. Tehát futhatok egy kicsit, persze azért a vizet is szemmel tartom. Futás, futás! Hát, ha így majd felmelegszem. Tökéletes, most már felmelegedtem, és legalább sportolok is egy kicsit. Hú, most már tartok egy kis szünetet. Rendben. De mi az ott hátul? Mintha mozogna valami. Lehet, hogy szüksége van valakinek a segítségemre. Gyorsan magamhoz veszem a mentőbólyámat, és már megyek is. Ó, látom már, ez egy kutyus, amelyik úszik. Ó, ez érdekes, nagyon ügyes. Nem kell megmentenem. Mi a baj? Miért ugatsz annyira? Ó, itt van egy másik kutyus is. Hé, mi a baj? Gyere, kiveszlek a vízből. Ó, de hát ők még kutyakölykök. Milyen édesek. Ó, azt hiszem, hogy szegények túl sok vizet nyelt. Jaj, szegénykém, nagyon hidegek vagytok. Rázzátok meg magatokat, hogy szárazabb legyen a bundátok. Rendben, gyertek velem. Rendben, itt majd szépen felmelegedtek. Vajon hol lehet a gazditok? Biztosan kerestétek már mindenhol. Szívesen megtartanálak titeket, annyira édesek vagytok. Nyugodtan lakhattok nálam. Örülök, hogy megláttalak titeket, és kimentettelek titeket a vízből, így minden jóra fordult. Vízimentőként dolgozni nagyon sok oldalú dolog. Figyelni kell akkor is, ha nincsenek emberek a strandon. Szerencsére mindig nyitott szemmel járok, és ez a legfontosabb.